Chris Klein az egyik legjobb amerikai középcsatár. A Galaxy játékosa gyakran rengeti meg a hálót, ugyanakkor csapattársaihoz is mindig van egy-két jó szava. Chris ugyanis nem a saját dicsőségére játszik, van valaki az életében, akinek mindig szeretne tetszeni. Ez volt az a fantasztikus rúgás, amit a Superliga döntőjében az LA Galaxy játékosától, Chris Kleintől a Pachuca elleni mérkőzés utolsó perceiben láthattunk. A nagy pillanatot követte hosszabbítás, a gólt pedig az egész világon ünnepelték. Chris mégis, akár így, akár kevésbé sikeresen játszik, arra törekszik, hogy egy valakinek tetszen. Ez csak azután tudatosult bennem, hogy már pár évet eltöltöttem a profi futballban. Rájöttem, hogy nekem a foci többet jelent annál, mint hogy megkapjak egy jó szerződést. Vagy hogy megdicsérjen az edzőm, vagy a szurkolók, vagy hogy a nevem ott legyen az újságokban. A focin keresztül én Isten dicsőítem. Amikor erre rájöttem, az életem és a karrierem is teljesen megváltozott. Le sem tudom írni, hogy milyen érzés kifutni a pályára és Jézusért játszani. Ez az érzés többet jelent számomra bárminél ezen a világon. Amióta 1998-ban a főiskolás selejtezőkben kiválasztották, Chris 8 szezont játszott végig a Kansas City Wizards-el, ahol a klub történetének második legjobbjaként tartják számon, 39 góljával és 45 gólpasszával. A négyszeres futballválogatott Chris ezt követően a Real Salt Lake csapatához igazolt, ahol másfél évet játszott. Ezután került a Los Angeles-re. Sportolóként a legnagyszerűbb pillanat számomra az volt, amikor 2000-ben a Kansas Wizards-szal megnyertük a bajnokságot. Vannak, akik azt gondolják, na persze, ő keresztény, őt nem érdekli a győzelem, ezért nem is játszik olyan intenzíven. Pedig ez nem így van. Én azért vagyok a pályán, hogy dicsőítsem Istent, és győzni akarok. Chris számára azonban a 2000-es bajnoki győzelmet egy csúnya sérülés követte. Két térdműtét, majd a kispad következett. Bár lesérültem, mégis pont emiatt sokkal több embernek tudtam bizonyságot tenni, mint bármelyik gólommal, vagy akár a bajnokságokon keresztül. Ha a naponta 5 órát tölt az ember a rehabilitáción, és az arcán mégis mindig ott ül a mosoly, akkor bizony megkérdezik tőle, hogy ezt hogy csinálja. Chris főiskolai szerelmét Angelát vette feleségül, és meggyőződése, hogy az, ahogy a pályán játszik, családja számára is bizonyság. Igazából ő beszélt nekem először Jézusról. A feleségemnek valódi hite van. Angela minden egyes nap példa számomra, amikor elmegyek otthonról, vagy amikor hazaérkezem. Angela mindent megtesz, hogy pályán tartsa. Ray Caldwell, a Sportolók Akcióban csoport lelkésze, szintén a pályán tartja Christ. A játékosra nagy hatással voltak az LA Galaxy-ben tartott bibliaórák. Valódi érettség tapasztalható a hitében, a karrierjében. Az a fajta érettség, amire szerintem sok fiatal srác felnéz. Számomra a foci szolgálat, annak a példája, ahogy Jézus is szolgálni jött. Én is ezt próbálom tenni a fiúkkal. Nem kezdek el velük ordítozni, hanem megpróbálom bátorítani a többieket, és jó példával előjárni, akár úgy is, hogy viszek reggel egy kávét valamelyiküknek. Szeretném, hogy az ő világossága ragyogjon rajtam keresztül. És lehet, hogy pont emiatt egyszer csak majd megkérdezik, hogy én miért vagyok más, mint a többiek. A 31 éves focista 11. szezonjába lépve alázattal tekint a jövőbe, ezután is mindent belead a játékba, azonban tudja, ennél több is van. Minden alkalommal, amikor időt töltök az Úrral, azért imádkozom, hogy mindenemet neki tudjam adni. Sokszor az ember egy kicsit összezavarodik a meccsen, máskor pedig brillíroz. Egy ennél nagyobb cél miatt vagyunk a Földön, azért, hogy dicsőítsük őt. Igazából ez hajt. Amikor lejövök a pályáról, és látom, hogy ott állnak a gyermekeim, tudom, hogy az élet jóval több, mint a foci. Több az élet egy foci meccsnél, több az élet a munkánál, a karriernél, a sikernél, a hírnévnél, a pénznél és az anyagi javaknál. Sokkal több van az életben. Chris rájött erre. Azt mondja, szeretné, hogy az emberek lássák benne a világosságot, és azt, hogy mennyire különbözik tőlük. Jézus tudja kimunkálni ezt az emberben. És mi a helyzet önnel? Megvan ez önben? Ismeri Jézus? Megvan ez a világosság önben? Az a reménység, hogy bármi történjék, az örökké valóságot Jézus Krisztussal fogja tölteni? Azonban nem csak az örökké valóságot, hanem az egész hátralevő életét is vele töltheti. Olyan kapcsolatba kerülhet vele, amelyben hallja a hangját, amelyben vezeti önt, és gondoskodik önről.
Olyan békességet tud adni önnek, amely minden értelmet felülhalad. Mindez csak önön múlik. Ha megnyitja a szívének az ajtaját, és megkéri, hogy költözzön be a szívébe, elmondja neki, hogy szeretné megismerni, és kéri, hogy bocsássa meg a bűneit, és tegye egy teljesen új emberré, akkor mindez megtörténik. Ha megteszi ezt, odafordul Istenhez, akkor rá fog ébredni arra, hogy ő mindvégig ön mellett állt. Jézus azt mondja, hogy ő az ajtó előtt áll és zörget. És ha valaki hallja az ő szavát, és megnyitja az ajtót, akkor ahhoz bemegy. Hogyha önnek szól ez az üzenet, és hallja ezt a hangot, és azon gondolkodik, hogy ez tényleg így van-e, akkor csak egy ima választja el a választól. Mindössze annyit kell tennie, hogy lehajtja a fejét, és utána mondja a következő egyszerű imát. Megnyitja a szívét, és ezek után Jézus megcselekszi a többit. Ez most önnek szól. Kérem, hajtsa le a fejét, és mondja utánam ezt az imát. És akkor Jézus beköltözik az életébe, és valóságosan megismeri őt, mert ő hűséges az ő beszédéhez, és mindig megválaszolja az imákat. Ezért imádkozom velem. Úr Jézus, mondja hangosan, ne szégyelje. Úr Jézus, a mai napon eléd járulok. Látom, hogy mit cselekedtél más emberek életében, és szeretném, ha megtennéd ugyanezt értem is. Ezért most megnyitom a szívemnek ajtaját, és arra kérlek, költözz a szívembe, bocsásd meg nekem a bűneimet, és kérlek, hogy tégy új emberré, és add meg nekem azt a békességet, amit eddig kerestem. És Jézus, ha ezt megteszed, én megígérem, hogy téged foglak követni életem minden napján. Hallgass meg az imámat, jöjj a szívembe, tégy újjá, változtass meg a Jézus nevében. Atyám, imádkozom azokért az emberekért, akik most elmondták velem ezt az imát, és kérlek, hogy árazd rájuk a te szeretetedet a fejük búbjától a talpukig. Töltsd be őket a te békességeddel, amely minden értelmet felülhalad, adj nekik örömöt, életcélt, és mutasd meg nekik, hogy mi a te terved az életükkel, a Jézus nevében. Amen.